tanultuk a verset, hadd mondhassa minden szülő, ügyes ez a gyermek. Műsorral köszönték meg a legkisebb dalmandiak az új óvodát. Az épülettel még ők is csak ismerkednek, hiszen teljesen átépítették a korábbi 1961-ben épült intézményt. Megvalósult az akadálymentesítés, kicserélték a nyílászárókat, leszigetelték a tetőt és a falakat, felújították a fűtésrendszert és új bútorokat is vásároltak. Az építkezés idejére a gyerekek az iskolában kaptak helyet, de nem ez volt az első épületavatás Dalmandon. Korábban az orvosi rendelőt újították fel, és még számos fejlesztés tervben van. A Magyar Falvak pályázaton belül nagyon sok pályázatot adtunk be, orvosi eszközbeszerzésre, temetőfelújításra, óvoda udvarba, elsősorban ilyen mozgáskészséget elősegítő eszközök vásárlására, nagyon sok, tehát nem is tudom szinte felsorolni, de legalább 5 pályázatunk most be van adva, egy utca teljes felújítására adtunk be pályázatot. Úgyhogy bízunk benne, hogy a jövőben folytatjuk ezt a tendenciát, és nagyon szeretnénk, mert ez a falunak a jövőjét is talán egy kicsit előre lendíti. Az elmúlt években az egész térség látványos fejlődésen ment keresztül, mondta az óvoda átadóján Potápi Árpád János államtitkár, a terület országgyűlési képviselője. 66 nyertes projektről beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a megyei közel 28 milliárd forintból az én körzetemre jutott 8,5 milliárd forint. Mik valósultak meg ebből? Elsősorban oktatási, kulturális, közigazgatási intézményeknek a fejlesztései, illetve azért jelentősen fejlődött a gazdaság is. Az óvoda épületét a helyi plébános megáldotta, majd a polgármester Potápi Árpád János országgyűlési képviselővel és Fehérvári Tamással, a Tolna megyei közgyűlés elnökével közösen átvágta a nemzeti színű szalagot.